En parvær feier redder Drøm at folk har morgi fær Bivros med inga ende I blodhundskiss varjan dag Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Magyar Kések YouTube csatornáján. Nagy-nagy öröm meg boldogság van, mert hogy ez most már végre videó sorozat, ugye ez most már a harmadik darabja azon szériánknak, amikor kezdő vagy amatőr késkészítők jelenlegi munkásságát szintjét próbáljuk nektek bemutatni, magyar késes szemszögből megvilágítva. Igen, mert hogy harmadjára, mert már volt ugye Varga Sománk, aztán volt egy Leszák Dávidunk tavaly ilyenkor, nagyjából tavaly ilyenkor, úgyis Fehova előtt, és most Csahin Tibor keresett meg minket ugyanezzel a kéréssel. Noha ő nem azért küldte a kését hozzánk, hogy videózzuk meg, csak hogy mondjak róla a véleményt, ez a videó neki egy meglepetés. Oké, akkor beszélgessünk egy kicsit Csahin Tiborról, aki a legtöbbetök számára teljesen ismeretlen lehet, ugyanis Csahin Tibor azon emberek közé tartozik, akinek nincsen Facebookja és sosem volt. Megkeresésemre, hogy ugye meg akartam őt nézni, meg akartam nézni a profilját, azt mondta, hogy János, figyelj, nekem éppen elég a saját életemet élni, másokéra nincs időm. Igen is van, srácok. Nekem tetszik. Szóval Csahin Tibor egy mániákusan rossz gyerek volt, egy megrögzötten rossz gyerek volt, égetni való gyerek volt, és kicsi korában is minden alkalmatosságból, fágakból, mindenből szúró-vágó eszközt próbált magának összecsiszputolni, és emellé később becsatlakozott a kicsapongó, notórius csavargó életmód is. Megrögzötten hordott magával késeket, nem mindig legál méretű késeket, és háromszor is kobozott el tőle rendőrkést, 18 éves korában 25 000 forintra büntették pont ebből az okból kifolyólag. Nem hiába, aktuális lesz majd ez a videónk, ez a rendőrségi videónk. Szóval aztán jött a katonaság, és csak a katonaság után lett Tibornak szakmája, viszont ez a kicsapongó, csavargó életmód még akkor is megmaradt neki, de már kiterjesztette nemzetközi szintre, és sokszor úgy érezte, hogy nem lesz normális élete neki. Természetesen az élet visszaigazolta, hogy de igen lett, már a Csahin Tibornak családja van, 41 éves gyereke, nem, várj, ez így nem jó. Tehát családja van, gyereke van, ő már 41 éves, van szakmája, és ami az apropó, ami nekem nagyon-nagyon megható volt, hogy úgy kezdtük ezt az egész beszélgetést Tiborral, hogy ő a mi videóink hatására felhagyott minden hobbiával, és belekezdett a késkészítésbe 2017 januárjában. Tehát a mi videóink inspirálták erre, ez nekem nagyon-nagyon jól esett, ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, már megéri.
ezeket a videókat készíteni. Szóval Tibor belekezdett a késkészítésbe, de nem akart egyetlen egy késkészítőtől sem tanácsot kérni, mert ahogy ő mondta, mindenkinek megvan a saját élete, nem igazán ér el másikkal ilyen téren foglalkozni. Úgyhogy mindent autodidakta módon kezdett elsajátítani, a hőkezelést, a késkészítést, a csiszolást, mindent videók, könyvek, képek, cikkek alapján, és ott tart, hogy mára már 40-50 darab kést készített, amelyeket odaadogatott kollégáknak, barátoknak, ismerősöknek. Nem pénzért. Tehát Sahin Tibor amatőr késkészítő. Számomra ez az amatőr késkészítés. Szóval, és ugye utána mondta, hogy küldni nekem egy kést, jelenlegi legjobb tudása szerint készített egy kést, és mi lenne, hogyha én ezt a kést megvizslatnám, és elmondanám neki, hogy véleményem szerint hol tart most ennek a mesterségnek az űzésével. Úgyhogy idáig tartott az előzmény, és akkor fogadjátok szeretettel Sahin Tibor Grammer kését. Oké, srácok, láthattátok a paramétereket magyar késekes módon zanzásítva, és akkor beszélgessünk magáról a késről, pontosabban először a tokról, mert a tok is megérdemel néhány szót. Amit már a felvezetőben is mondtam, a tokot is Sahin Tibor készítette videó alapján, és ezt tudom, hogy nem tűnik olyan nagy kunsznak. Sokan nem tudják rólam, én már készítettem, vagy legalábbis próbáltam bőrtokot készíteni. Nem lett rossz. Szóval, ez a tok elmondása szerint még nem a legjobb, elég kemény, de azért reméli, hogy használt fogom venni. Nos, ez a tok baromi jó. Az, hogy kemény, egyáltalán nem baj Tibor, viszont a kés rettenetesen jól tartja, stabilan benne tartja. Nem pukkosan, nem teljesen pukkosan öleli be magát a grammert, hiszen nem a markolat egyharmada van kint, hanem majdnem a fele, ezáltal könnyen elővehető a kés, és könnyen vissza is tehető, és mivel a tok kellően kemény, ezért az oldalon lévő elővétel és visszarakás is egy kézzel könnyen működik. A tok egyébként rendben van, minőségleg van megvarva, van benne élvezető, és ami a legfontosabb, mutatom, van bújtató, ami lecsatolható, igen. Tibor erre is figyelt, ugyanis amikor ilyen körülmények között vagyunk, amikor ilyen körülmények között túrázunk, akkor baromi jó, hogy nem kell az erdő szélén vetköznünk, se kifele, se befele, hanem egy egyszerű patentos megoldással a kés levehető, eltehető és fordítva is. Tehát ez az övbújtató, ez egy nagyon okos gondolat, nem tudom mennyivel drágítja meg a késre, a bőrtokonak a készítését, de praktikusság szempontjából nagyon-nagyon jó. Valamint ami számomra még fontos, hogy nem szegeccsel oldja meg ezt a fület Tibor, hanem ragasztással és varrással, így a szegesnek a belső része még esélyt sem ad arra, hogy esetleg karcolja a késnek a tokját. Tehát alapvetően ez a tok szerintem teljesen rendben van. Oké, akkor a tok után beszélgessünk magáról a késről, mert hát a fő attrakció az ugye a kés, a grammer. És most eltérően az eddig felépített videóktól, most tényleg csak a paramétereket fogom nektek felsorolni, elmondani, aztán jön majd a teszt, és a teszt után szeretnék kicsit hosszabban kitérni a véleményezésre. Egy nagyon-nagyon szép, stílusos, skandináv áthallású késről van szó, tényleg, egy picit. Sőt, nem is picit a skandináv világot idézi ez a kés. Az acél az Schleichner és 59 Rockwellre van hőkezelve. A hőkezelést is Sahin Tibor végzi természetesen. És a hőkezelés utáni revézett felület az megmarad a pengén. Ehhez kapott egy polírozott skandináv élet a kés, ami nagyon-nagyon szép,
nagyon stílusos, és 4 mm vastag full tankésről beszélgetünk természetesen. Kapott a kés egy kaparóélt is, ami a markolathoz közelítve le van kerekítve. Tibor tényleg figyelt, amikor ezeket a videókat nézegette. Nagyon szép az íve a kés élének, és a végére kapott egy rikasszót és egy ilyen első újvédőt is. A pengehoz 110 mm, az élhoz is 110 mm egyébként, a markolathoz 113 mm, és ebből a fogásra kialakított rész meglehetősen nagy, ilyen 100-101 mm környékén, talán 102 is van, tehát egy nagyon kényelmes fogás biztosít. Az összhossz az 223 mm. A markolat ovankolfa, se több, se kevesebb, viszont egy nagyon szép mintázatú ovankolfát kapott ez a kés, és a markolati kialakítás az az ergonómiai tanúsvénynek abszolút megfelel, tehát van itt halacska, meg madárfej, meg minden állatforma, ami erre kell. Kapott a végén egy zsinórlukat is, amit én nem fogok használni, és részegecsekkel lett lerakva, megspékelve a kés. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag egyszerű, letisztult, tiszta vonalvezetésű kis mindenes kés kaptunk Sahin Tibortól a Grammer személyében.
No kérem szépen, láthattátok, amit láthattatok, és láthatjátok, amit láthattok. A Raptor XL óta, azt hiszem a Raptor XL óta nem volt olyan, hogy szünettelt el maga a teszt, hosszabb szünettelt el maga a teszt és a véleményezés között. Igen, itt is ez a helyzet áll most fenn. Nem arról van szó, hogy addig teszteltem a Grammert, amíg kitavaszodott, hanem arról van szó, hogy a frissen szerzett élmények hatása alatt nem tudtam volna teljesen objektíven megközelíteni ugye a konklúziós részét a videónak. És megpróbálok most kicsit sietni, mert egy kiszáradt és felfagyott patakmederben állok, ami, ahogy az idő most melegszik, kezd egyre ingoványosabbá válni, és nem szeretnék nagyon elsüllyedni. Oké. Szóval tényleg nem vagyok könnyű helyzetben, amikor Sahin Tibor kését kéne véleményeznem, mert az a sorozat eljutott oda, hogy miközben ezt a részt forgatjuk, már egy következő páciens megkeresett minket, nevezetesen Nagy Zoltán, aki azért szeretné elküldni a kését és megmutatni nekünk, mert szeretne belépni a profiligába, és innentől kezdve a véleményezésünk már egy picivel fajsúlyosabb és nehezebb történet. Oké, Grammer. Nem beszéltem még arról, hogy miért adtam neki ezt a nevet. Nos, amikor a kést teszteltük, ennek a télnek a legzordabb napját fogtam ki, de tényleg, mínusz 16 volt, srácok, mínusz 16, jegesek voltak a fák, vastag hó volt, baromi hideg volt, úgyhogy ez a zord időjárás, és ennek a késnek a skandinávos beütése miatt adtam neki ezt a Graham nevet, és azért ilyen grandiózus, mert bevallom, nagyon simogatja a lelkem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy Sahin Tibor a videóink hatására kezdett el kést készíteni. Úgyhogy hát megérdemelte a kés ezt a jelzőt. És igen, akkor visszatérnék a szállóigénkre, hogy láthattátok, amit láthattatok, szóval kivittem a Grammert és megnyúztam rendesen. Láthattátok, hogy a keményebb munkáktól sem ijed meg a kés. És skandináv éle van. A skandináv él, igen srácok, alapvetően a skandináv él vékonyabb késeken szokott nagyon jó szolgálatot tenni, tehát 2-2,5 mm, max. 3 mm pengevastagságú késeknél szokták használni, mert nagyon jó faragó metszőképessége van, tehát titatosan jól tud dolgozni. 4 mm-es vastagságban már lehet nyúzni, vannak erre példák, viszont ebben a vastagság, pengevastagságban azért gyengébb mondjuk, mint, vagy sérülékenyebb, mint a konvex, vagy mondjuk az egyenes élszalagos élezés. Ennek ellenére a Grammnek adtam rendesen, és semmiféle sérülés nem jelentkezett az élen. Tökéletesen jól tartotta magát, a jeges fákkal is tök jól megbirkozott, és az éle az tökéletesen megmaradt ennek a késnek. Tehát a Schleitner, megint azt kell, hogy mondjam, hogy megint nagyon jól vizsgázott. A Schleitner egy jó acél. Nyilván a fizikai korlátai megvannak ennek a késnek, tehát nem lehet bizonyos vastagság fölött észszerűen vágdosni vele, de azon belül viszont lehet terhelni rendesen. A kaparóél az megint csak meglehetősen jól vizsgázott, jó a Graham. Na, mese nincs. Ez a kés egy tökéletesen jól használható kés, kezdek egyre nagyobb. Halljátok? Most már szivárok ki a víz a talajból, úgyhogy muszáj belehúzni. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó kés. Oké, és még egy érdekes kikacsintás, ami mellett nem mehetek el. Óhatatlan, hogy összehasonlítsam Leszák Dávid és Sahin Tibor kését, és az ő hozzáállásukat ehhez az egész dologhoz. Leszák Dávid, amikor elküldte nekem a kését, hogy igenis mutassam meg, hogy mit tud, 17 éves volt, és tudjuk, hogy egy 17 éves tinédzser az alapvetően hogyan áll hozzá a világhoz, és leküzdöm a világot. És ez benne is volt a késében. Igaz? Tömör rozsdamentes acél bakni, professzionálisan felosztott markolat, speciális zsinórfurat, full flat élezés, konvex élszalaggal, N690 acél, és fiber, piros fiber. Aztán ugye megvoltak ott azért még a szépséghibák, tehát ő meg akartam mutatni, hogy mindent meg is tud csinálni, de még ahhoz fejlődni kellett, hogy ez tényleg azon a szinten legyen, amiből később akár késkészítő is lehet. Nem tudom, hol tart most Dávid, de alapvetően nekem tetszett ez a fajta habitus, és nem is vártam mást egy tizenévestől, egy tinédzsertől. Sahin Tibor 41 éves, tehát ő már túl van ezeken a tinédzser kicsapongásos harcok, ő már egy kicsit nyugodtabb, és teljesen más iskolát is választott. Tehát ő gyakorlatilag a biztos formákból építkezett. Normál, szép, teljesen standard, kicsit északias forma, standard markolat, ovankolfából, nincs fiber, nincs bakni, nincsen speciális szétosztogatás. Skandináv élt adott, aminél ugye az a trükk, hogy a penge vastagság végig egyenletes marad, és föntről nagyon szép pofát fog mutatni nekünk a kés. Azt azért gyorsan el, hogy mondjuk, hogy nehogy azt higgyétek, hogy Sahin Tibor betlizni akart, vagy ilyesmi. A skandináv él elkészítése nem könnyű feladat, és ha ebbe a késbe belenézünk alulról, az él felől, akkor láthatjátok, hogy ez tökéletesen középre van húzva ez az él.
bitang jó ez a skandinávia, le a kalappal. Tehát ez azért megállja a helyét, ez azért oda tesz. És akkor elérkeztünk a legfontosabb ponthoz, hogy értékeljük ezt a kést, és elmondjuk, hogy hol tart Sahin Tibor. Nekem ez a forma nagyon bejött. Nagyon szép, nagyon tetszik, ahogy mondtam, standard forma, és ehhez nyúltál hozzá. Csináltál egy ilyen új védőt, ami ugye megakadályozza, hogy a kés rácsusszon, vagy az ujjal, a kezed rácsusszon a pengére, ami egy tök jó dolog egyébként. Az egyedüli dolog, amit én másképp csinálnék, hogy kicsit szögletesre van hagyva, és ezért kilóg az összképből. Lehetne ezt egy picit még kerekíteni. Ez apróság, de az ördög a részletekbe rejlik. Nézd meg Szabolcs Aszu kettesét, ott lehet látni, hogy mire gondoltam pontosan. Valahova fel is tettem a képet ide. A másik, ez tényleg csak akkor nagyon fontos, hogyha amikor már esetlegesen tényleg profi késkészítőként akarod folytatni. Ha ilyen nagyon szép naturmarkolatokat választasz a késedhez éppen, mondjuk mint az ovankol vagy bármi hasonló, akkor célszerű fekete tok helyett barnát használnod. Ami viszont már hiba, ami viszont már felépítési hiba, az első dolog, és nem csak nekem tűnt föl, hanem már a sokat emlegetett Glass Sándornak is, a markolatnak ez a része. Ez nagyon vékonyra lett véve. Rettenetesen sok anyag ki lett innen véve. Szép a madárfejforma, nincsen ebben gond, de mikor megfogom ezt a kést, és ráfogok, akkor a kis ujjam valamilyen szinten levegőben van, mert nincs anyag, amit megfogjon. Tehát összép kéne húznom, így viszont már nem kényelmes, mert akkor már nagyon szorítom a hátulját a késnek. És van egy minimális mozgás. Ez egyébként az ütőfázásnál meglátszott, mert sokszor egy picit el tudott mozdulni a késnél, tehát el tudott menni tőle, nem tudtam annyira stabilan tartani, mint mondjuk, nézd meg, holhatatlan, hogy hozzá fogom tenni a sakált, ugye Kovács Miklós sakál kését, nézd meg a két markolat közötti különbséget, a fotókon látod. Tehát gyakorlatilag egy másfél milliméter ide-vissza, és akkor ez a markolat betonbiztos lesz. Jó? Tehát maga a markolat, hogy ki van alakítva, nagyon jó, nagyon szép, nagyon esztetikus, csak kevés. Ez itt kevés. Akartál nekem adni egy polírozott skandináv élet. Viszont ez a polírozott felület, így ahogy van, és ezek a dolgok, amiket látsz rajta, ezek az úgynevezett hanglemezes felület, ez csúnya. Oké? Tehát nem volt meg a megfelelő csiszolat, és aztán rárongyoltál, és ez lett belőle. Nem tudom, hogy milyen indítatásból hagytad így, hogy azt mondod, hogy te ennyit tudsz, vagy jól van az úgy, na most ezek a mondatok azok, amik egy leendő profi szakembert az élet bármely területén vissza fognak vetni a többiekkel szembe. Nincs jól az úgy. Jó, Tibor? Ez egy nagyon fontos tanács tőlem. Nincs jól az úgy. Akkor ez nincsen készen. És ha nem tudsz ilyen polírfelületet csinálni, akkor ahogy Hostein György szokta mondani, ez a terv dugába dőlt, újra tervez, és akkor fogod is egy nagyon durva szálcsiszolt felületet adsz neki, ami még egy picit autentikusabb felület lett volna, vagy kinézet lett volna ennek a késnek. Jó? Tehát nem szabad így hagyni. És ugyanez a helyzet a markolatnál is. Van egy pici rész, ahol akadok. Tehát maga a tang egy 10 mm-rel kijebb van, mint az ovankol markolat. Nem befolyásolja a használatot, tehát tökéletesen jól lehet használni a kést, de ez megint az lett volna, hogy egy picivel tovább csiszolsz még. Nem sokkal, csak egy picivel. Jó, Tibi? Erre figyelni kell. Ezek azok a rutinok, ezek azok a dolgok, amik a profi késkészítőt megkülönböztetik az amatőr késkészítőtől. És pontosan azért, mert amikor egy ember pénzt ad egy ilyen késért, akkor ezeket a hibákat fel fogja róni. Ez a legfontosabb dolog. Akkor az ember ezeket a hibákat fel fogja róni. Egy amatőrnél nem róvott föl. Nagyon szép kés csinálta, és tök jól működik, és imádom használni, de egy profinál ezt fel fogják róni. Oké, ezen felül, ugye, és akkor ezek voltak azok a hibák, amiket alapvetően észrevettem a késsel kapcsolatban, és akkor nekem most azt kéne mondanom, hogy mondjak egy konklúziót a végére. Nézd, Tibor, azt mondtam nekem, hogy ha nem sértesz meg, akkor szeretnéd, hogyha ezt a kést megtartanám. Akkor itt az én véleményes helyzetben ez a konklúzió is, jó? Tibor, én ezt a kést örömmel megtartom, mert ez a kés nagyon jó. Ez a kés, mondjuk nem ezzel a polírozással, az a késtípus, amiért már egy vásárban, mint alapvetően, ha ilyen kést keresek, tehát pénzt adnék. Ha a hibáit, nyilván a markolati hibát azt ott nem tudod eldönteni egy vásárban, mikor megfogod, mert nem látszik annyira, bár ennél a késnél mondjuk pont lehet érezni,
De alapvetően, hogyha ha rendes polírozást tudsz csinálni, vagy ha szárhúzottan hagyod, én egy ilyen késért adnék pénzt. Ahhoz képest, hogy 2 éve csinálod, ahhoz képest, hogy semmiféle külső segítséget nem vettél igénybe, ahhoz képest, hogy mindent autodidakta módon tanultál meg videókból, meg cikkekből, ahhoz képest te nagyon ügyes vagy. És érezhető egyébként az, hogy benned van a perfekcionista vér, hogy szeretnél minél tökéletesebbet alkotni, a grammar már majdnem ez. Ha amatőr szemlélettel nézném, azt mondanám, hogy Tibor, ez volt az egyik legjobb amatőrkés, amit a kezemben fogtam. Ha profi szemléletből nézem, akkor mondhatnám, hogy hú, ebből a csávóból lehet valami. És tényleg így gondolom, te lehetsz nagyon jó profi késkészítő, ha ez akarsz lenni. És ha ez akarsz lenni, és megvan a rutin, és már ezeket a hibákat nem véted el, akkor a magyar kések például tökéletesen vár téged majd a tagjai közé. Oké, srácok, remélem, hogy... Jaj, bazd meg, nézz oda. Remélem, oké, srácok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, Sahin Tibor megérdemli, a csatorna meg elbírja. Iratkozzatok fel, mert még fognak jönni videók. Jó sok videó terveink szerint. És menjetek túrázni, ne ilyen mocsaras része, de egyébként az erdő kezd gyönyörű lenni. Most már nincs ez a brutális hideg és az nagy hó. A természet kezd egy picit éledezni, ez a legszebb időszak nekem. Úgyhogy menjetek, túrázzatok sokat, de vigyázzatok a természetre, ne írtsátok az erdőt. A földről vegyetek fel, van épp elég elhalt fa, amin lehet gyakorolni, meg vigyázzatok magatokra is. Találkozunk nem sokára, sziasztok!